Jó estét kívánunk mindenkinek. Nagyon köszönjük, hogy ilyen sokan eljöttek. Soha ilyen sokan nem voltak a kötött fogás extrán. És bejövök a fénybe. Tehát soha ilyen sokan nem voltak a kötött fogás extrán, és ezt a kormány is díjazta, és ezért egy grandiózis tűzijátékot szervezett a végére. Úgyhogy nyugodtan lehet a végén kérdezni, de aki tűzijátékot szeretne nézni, az ne húzza túlságosan az időt, mert 9-kor pontosan kezdenek, ezt mondták, úgyhogy ezt tudtuk önöknek elintézni. És az OMS támogatásával. És akkor jöjjenek a főszereplők. Elsőnek ülés sorrendbe szólítom őket, tehát elsőnek Dévényi Istvánt kérem a színpadra. Ha megtalálja a bejáratot. Puzsér Róbert következik. Pörzse Sándor, aki a ma este műsorvezetője is. Gulyás Balázs. És végül, de nem utolsó sorban, Csíntalan Sándor. Én a Csíntalannak adom a mikrofonomat, jó szórakozást kívánok. Jó estét kívánok. Ezek szerint van Csíntalan fanklub is. Megmondom őszintén, én úgy terveztem, hogy egy tortából ugrom elő, de ez se volt rossz. Bevonuló zene kellett volna. Bevonuló, igen. Az enyém egy Tóth Gabi szám lenne. Na hát kérem szépen, Orbán Viktor nyaral, azt láthattuk. Volt egy olyan kép is, hogy én meg se ismertem, megmondom őszintén. Olyan borostás volt, és mint kiderült, ugye teljesen ősz a borostája, tehát legalábbis én nem láttam még ilyennek. És én azon gondolkodtam, tehát ugye Németh Zsolt posztolta a képet, hogy Orbán Viktorral, és néztem akkor, de melyik-melyik. Melyik-melyik. Ugyanez, én is. Mert hogy Németh Zsolt is igen. Véletlenül össze is öltöztek. Sapka, napszemüveg, azt se tudtuk ki kicsoda. És volt, ami még az első napokban volt egy betyáring, arra emlékeznek, az egy nagyon ilyen Hawaii feelinges volt. Kicsit majd erre visszatérünk, hogy egy miniszterelnök mit vehet föl, vagy hogy viselkedhet, hogy mondjuk egy buliban. Olyan fura volt, most nem rossz vagy jó értelemben, egyszerűen csak fura volt őt így látni, de ami a komolyabb kérdés, hogy ebben a helyzetben... Sanyibá. Csak annyit mondtam, hogy az álszenteknek minden fura. Jó, lépjél tovább, lép tovább. Nem, ne kezd el, lép tovább. Már kint leszúrt, vagy ahogy ő mondaná, lebaszott. A járdán, hogy csak köszöntem simán egy olyan asztalnál, és tovább jöttem, ahol négyen ültek, és négy szék volt. És hát így indultott a mai este. De hát én tudomásul vettem, hogy nem vagyok szimpatikus neki, ez nyilván még a régi reflexekből adódik, amikor Galambagyú Pörzsének titulált a Hírtévén. Én nem f***tem bele, de megbocsát, és kifejezetten kedvelem is tényleg? A Sanyit, de ő még azért úgy látszik. Igen, nem tudom a fanklub mit hoz el, szól ehhez. Jó, szóval térünk vissza Orbán Viktorra. Elmehet-e ebben a helyzetben egy háború szomszédságában álló, tehát egy háborúban álló szomszédország miniszterelnöke 3 hétre? Hát még 3 hét, tehát most tartunk, ha én kimatekoztam 22 napnál, és még nem jött haza a miniszterelnök úr, ennek nyilván sokan örülnek, de a viccet félretéve, illetve nem, még nem tesszük félre a viccet, ugye ők kihirdettek egy háborús veszélyhelyzetet. Na most, hogyha tényleg háborús veszélyhelyzet van az országban, mert ugye nem azt mondják, hogy más út van, hanem itt Magyarországon háborús veszélyhelyzet van, akkor valóban nem mehetne el a miniszterelnök. Nyilván mindannyian tudjuk, hogy ez a háború ez nem Magyarországon zajlik, és viszonylag kevés hatása van az országra. Viszont zajlik egy másik háború, emelkednek a rezsiköltségek, emelkednek az adók, 20%-kal az ő általuk kimutatott módon 20%-kal magasabbak az élelmiszerárak, mint egy évvel korábban. Tehát mondjuk ezzel érdemes volna foglalkozni, és azért 12 hónapból majdnem egy hónapot külföldön tölt egy ország miniszterelnöke. Én ezt egy kicsit túlzásnak tartom. Hát én nem lennék a horvátok helyében.
Mert azt szokták mondani, hogy amit Nova Orbán Viktor ellátogat, azt előbb-utóbb megveszi. Minden esetre nem értem a problémát. Tehát ha valaki ellenzéki érzelmű, és azt óhajtja, hogy Orbán távozzon, annak most 3 hétre teljesült az óhaja, nem? A haverjai maradtak, Robi. Hát igen, de hát legalább dolgoznak. Orbán Viktor elment. Hát meg kéne becsülni, 3 hét. Hát most nekünk ennyi jutott. Kleine Fische, Gute Fische. Nem kell mindjárt mindent akarni. Innen ki lehet indulni, 3 hét. Egyébként nem hiszem, hogy Orbán Viktor Horvátországból ne tudná ezt a nagyon profi módon felépített, nagyon magas színvonalon működő hatalmi gépezetet üzemeltetni. Nem hiszem, őszintén. Sőt, azt gondolom, hogy ha Orbán Viktor egyáltalán, tehát úgy rendesen elvonul Horvátországba, hogy a telefonját is kikapcsolja, ez a rendszer akkor is fönn tudja tartani magát, és működtetni tudja magát, mert berendezte elég betonbiztosan, elég olajozottan ahhoz, hogy jól működjön, de azt sem hiszem egyébként, hogy Orbán Viktor Horvátországban ne tudna döntéseket hozni, Horvátországból ne tudná vezetni az államot, vagy Horvátországból ne tudna kritikus kérdéseket megválaszolni, amiket az alattvalói vagy a beosztottjai esetleg feltesznek neki. Szóval őszintén nem gondolom, hogy ez a dolog ez történik. Ez igazából inkább csak egy a féle élmény, amit a liberális értelmiség legyárt magának, hogy mit képzel, hogy 3 héten keresztül Horvátországban van. Valójában a térben van távol. Hatalmilag Orbán Viktor nincs távol, hatalmilag Orbán Viktoron belül van az egész ország, akkor is, ha Orbán Viktor éppen nincs az ország területén. Egyébként, ha belegondolok, hogy mi történt ebben a 22 napban, lehet, hogy még hiányzik is, nem? Tehát, hogy mikor itthon van, még egy fokkal jobban is mennek a dolgok. Meg azért én ezt a Horvátországot megnézném, hogy ezt a 22 nap Horvátországot, hogyha így lennének minden nap dokumentálva, akkor lehet, hogy feltűnne egy furcsa épület a háttérben, egy dubai magas torony, meg nem tudom. Tehát megvillant valószínűleg a horvát fotó kedvéért, de hogy ott van folyamatosan, de mondjuk teljesen mindegy, hogy hol van. És én is azt gondolom, hogy ez a rendszer ez annyira ki van találva, hogy igazából, ha nem kell komoly döntéseket hozni, akkor ez úgy elketyeg Orbán Viktor nélkül is, mint annak a rendje, mint mondjuk a közmédia is, hogy tulajdonképpen már nem kell oda telefonálni senkinek, meg ilyen listákat küldözgetni, mindenki pontosan tudja, hogy mi a dolga, meg hogy mi nem a dolga, úgyhogy ez tényleg el van rendezve. Még az, hogy egyébként nekem ez a fotó tetszett. Esküszöm. Tehát, hogy ilyen emberarcú Orbán Viktort láttam megvillanni ezen a képen. Sokkal jobban nézett ki, mint a béna izé öltönyeiben. Végre egyszer gangster főnöknek öltözött. Volt már ilyen. Egyébként minden nap annak öltözik, csak... Politikusnak szokott öltözni, és most végre gangsternek néz ki. Szerintem TSZ elnöknek szokott öltözni. Eszembe jut erről egy történet. Sok évvel ezelőtt, november végén, még volt bajnoki labdarúgó forduló, és hát volt egy hely, az egyik hely, ahova szoktam járni, de szoktak volt járni ilyen fideszes államtitkárszerű figurák, és baromi hideg volt. És bementem a helyre, és ott ültek 4-en az asztalnál, nem fogom elmondani most a neveket, és reszkedtek, fáztak, még mindig, és kérdeztem, hogy hát mi ennek az oka. És akkor mondták, hogy hát meccsen voltak. Nem mondom, hogy milyen meccsen voltak, tök mindegy, nem nagyon volt nézve, de mondom, hát gyerekek, ilyen hidegben, meg a főnök nincs itt, én gondoltam, hogy most viccelek. És akkor mondták, hogy az igaz, hogy nincs itt, de ha nem lennénk, ott tudna róla. Na most úgy van, tehát szerkezetileg is, azért úgy össze van ez a dolog rakva, azon kívül pedig mentálisan, és nagyon, most gondoljanak csak erre a 20. eseményre, azért ki kell találni, tehát egzisztenciális kényszer számukra, hogy kitalálják, hogy a főnök mit akarhat. Akkor is, amikor egyébként nincs parancs. És nem egyszerű egy ilyen világban. Ennek egyébként hosszú története van, amúgy is az európai történelemben, most ebben nem szeretnék belemenni. Azonban bár fontos kérdés ez az Orbán távolléte, annyiban vitatkozom csak a Robival, hogy ebbe a hülyeségbe nem csak a liberális értelmiség ment bele, ez tényleg egy ilyen
hogy itt nem valamiféle ilyen magatartási szabályok vannak, hogy hogy kell viselkedni egy miniszterelnök. Elment Horvátországba, két pad berúgott egyszer-két, és akkor mi van? Nem az abban baj, hogy az ország úgy van vezetve, hogy vezetve van? Churchill egy nagy alkoholista volt. Jó, ebben őt utólag is vitatják sok szempontból, nem erről van szó, de hát ő nem akárki. Hát ahogy ez az ország össze van barmolva, az se akármilyen. Volt a Sanyinak egy kulcsmondata, amit a következő témánkhoz ide citálnék, ugye az, hogy vezető embereknek kell találniuk azt, hogy vajon a főnök mit gondolna. Én szerintem ez az augusztus, múlt heti augusztus 20-ai eseményeknél nagyon nagy az áthallás. Tehát ugye egy csomó pénzt beleöltek, mindenki követelte, hogy ne költsünk már annyi pénzt ilyen borzasztó drága tűzijátékra, de már most már olcsóbb lenne, vagy drágább lenne, ha leállítanánk, stb. Aztán jött az a meteorológiai helyzet, amire egyébként én, aki otthon kertben bulizni akartam, és totálisan ki voltam akadva, hogy nem tudunk, nem, lemondtuk az egészet, mert hogy micsoda vihar lesz. És akkor tökre ki voltam akadva, hogy hát, hogy ezek a meteorológusok, hát elmek meteorológusnak, mert itt aztán, ja. Ugye? És aztán utólag olvastam, amikor a balhé kiderült, hogy nincsenek nagyon, nagyon nehéz helyzetben vannak a Kárpát-medencében mindenféle meteorológiai okok miatt. És akkor jött ez, amire a Sanyi utalt, én szerintem, hogy nem tudta a vezető ember, hogy na most mi lenne a legjobb. Én egy percig, mikor láttam azt a fotót az operatív törzsüléséről, azon gondolkodtam, mint valaha is gyakorló olyan, aki ültem ilyen asztalok környékén, hogy ki mert először megszólalni. Amikor megjelent egy valószínűség, ugye, mert hát a meteorológia valószínűség. Oda tették az asztalra jó korán, hát kénytelenek korán, mert 1 millió embert nem lehet percenként izélgetni, és vajon ki úgy szerettem volna, úgy átni egy picikét, édes Isten, hogy belehettek ezek szarva? De milyen rettenetes félelem lehet, és nézték egymást, nem tudom, ismerik-e ezt az érzést, és hú, Istenem, kit visznek majd az akasztófára? Szerintem... Jó, hát tegyük hozzá, bocs, tegyük hozzá, hogy nincsenek könnyű helyzetben, hiszen 2006-os augusztus 20-ára emlékszünk, azért több ember meghalt, tehát tényleg nem játék itt tévedni. Szóval szerintem nem voltak ők betolva, mármint az operatív törzsülésén. Nagyon jól tudták azt, hogy majd a forró krumplit szépen tovább passzolják azokra, akiknek nincs politikai felelőssége, holott ebben a szituációban a meteorológusok adatai, tehát a tudósok vagy a szakemberek, akkor fogalmazunk így, adatai alapján a felelősséget nekik kellett volna vállalni. Azért voltak ők az operatív hát törzs. Nyilván, de nem az OMSZ dönt. De ők, akik ott ültek az operatív törzsülésén, azok nagyon jól tudták, hát napközben kiadtak egy nyilatkozatot, hogy mindenki egyénileg, ez ugyanaz, mint a Covid-ban, amikor eljátszották, hogy majd a polgármesterek eldönthetik, hogy maszkba kell járni az utcán, vagy nem, meg hogy nyitva lesznek-e a parkok, vagy nem. Ez ugyanaz a forró krumpli továbbpasszolása. Ők nagyon jól tudták, hogy majd a meteorológusoknak továbbpasszolják a forró krumplit, és ők lesznek a hibásak akkor is, hogyha megtartják, és eső lesz, vagy hogyha nem tartják meg, de nem lesz eső. Tehát szerintem ők pont letolták, és egyébként ez az idei évben én szerintem, majd mindjárt lecseszhetsz, Sanyi. Nem, csak egy idei rendszer évben, nem így működik, Balázs. Hát, jó, nem de majd így. Elmondod, de én akkor hadd mondjam. Hokizni itt lehet. Jó. Szóval az idei év leggusztustalanabb dolga az, csak ennyit akartam még hozzátenni, hogy az átlagemberekre átpasszolják a felelősséget, és utána az átlagemberek fejét veszik le azért, amit a politikusoknak kellene vállalniuk. Na most jöhet a lecseszés. Nincs semmi lecseszés, nem értesz hozzá, passz, nincs ez semmi gond. Ennyi. Az a helyzet, hogy egyébként tényleg, de tudod mi ebben a döbbenetes, hogy amúgy ezt a képletet, amit te most elmondtál, ezt az fél ország nem látta át. Nem is látja mái napig, hogy az OMSZ szakmai gárdájának ehhez a döntéshez az ég ott a világon semmi köze. Oda tettek egy valószínűséget, és ráadásul órákkal előtte, mely valószínűségekkel nyilvánvalóan az eseményhez közeledve persze lehet nagyobb biztonsággal állítani bizonyos valószínűségeket, de ezek csak valószínűségek. Az a felelősség, de ettől az Balázs, ha egyébként engem megnyugtat, az, hogy be voltak szarva. Szeretném megkönnyíteni, neked is jobb érzés, ha ezt tudod, hogy be voltak jó, szarva. Jó, beszart Kovács Zoltán, vagy ja. Belegondolni. Tényleg jobbá teszi egyébként az napján. Az a furcsa helyzet, hogy tehát olyan szituáció volt, hogy mindenki jól döntött.
Tehát a meteorológusok letették a valószínűség számításaikat 12 órával, vagy hogy van, 9 órával az esemény előtt, kb. Ennyit lehet megjósolni, ugye azért az időjárás az egy ilyen tréfás dolog. Egyébként azért döntöttek és jól, ne haragudj. De várjál, ők is elmondták, hogy 70-80% a vihar. Az esélye, az operatív törzs is jól döntött, nem? Hát egy 70-80%-os valószínűségi vihar esetén nem lehet egymilliós tömegrendezvényt tartani. És én azt gondoltam volna, hogy láttuk, ez így ennyi. De nem, az meg, mert ezeknek mindig nyerni kell, nem? Tehát mindig, mert azt is meg kell nyerni, amit egyébként már megnyertek, és ezt is meg kellett nyerni. Mert az presztízsveszteség volt, hogy a minden idők leghatalmasabb tűzijátéka elmarad, és akkor ők, az már is harc van, és akkor azt meg kell nyerni. És szerintem ezt baromira elszámolták. Azt akarom mondani, hogy egy mondat, és befejeztem ezt a üzét. Azt képzeld el, ha mégis megjött volna a vihar. Az a két ember, és lehet, hogy még mások is, már a Gyorskocsi utcába ülnek egy hete. Ha megjött volna a vihar. És megtartják a... Igen. Persze. Na de hát azért... Be voltak tározva a Bezzeg-Gyurcsány idején cikkek, tehát a operatív törzs délbe döntött, és 11:59-kor már meg is jelentek ugye ezek a reakcióanyagok, hogy milyen felelősségteljes döntés született. Bezzeg a Gyurcsány idején, meg ő embereket tört meg. Majd másnap, hogy... teljes letámadás a meteorológusok. És azt szerintem azt szúrták el. Tehát, hogy ott túltolták, és az már egy olyan szintű neres ökörség volt, ami már egy kicsit sok volt. De akárhogy is, a Gyurcsány az ugyanúgy állt hozzá ehhez a tűzijáték ügyhöz, meg a meteorológia és a tűzijáték, meg a tömegrendezvény viszonyához, ahogy a köztársasághoz. Hogy bátran előre, barátai, megcsináljuk, igenis, képesek vagyunk rá. Hogy a meteorológusok mit mondanak? Féljenek azok, akik nem tudnak országot vezetni. Gyerünk előre, barátaim! Ahogy a köztársasággal lett. Az is nagyjából úgy végezte, mint a tűzijáték. Hogy... bátran, ő tökösen előre. Elhalasztott köztársaság. Ez nem. A szétvert köztársaság, mint a szétvert tűzijáték. Nem tudom, hogy emlékszel-e. Na most Orbán Viktor meg úgy állt ehhez hozzá, hogy meg ő szokott ehhez hozzáállni, hogy ő ebből a dologból nem fog virtust csinálni. Ő racionálisan fog ebben a kérdésben dönteni. És hát a helyzet az, hogy a meteorológusok tényleg nem tudják megmondani, hogy milyen idő lesz. Ők jóslatokat tudnak megfogalmazni bizonyos valószínűségek alapján. Ez azt jelenti, hogy olyanok, mint egy bookmaker, amelyik az odds-okat vizsgálja, meg jósolgatja, hogy azon a meccsen mondjuk 70% hogy a hazai csapat nyer. De olyan nincs, olyan világ nincsen, hogy a vendégcsapat nyer, mert bejön a 30% és a bookmakert kirúgják. Hát az a jóslat az helyes volt, csak a 30% jött be. Hát, hogy ez egy olyan szituáció, hogy itt jól végezték a meteorológusok a dolgukat, és az operatív törzs is jól végezte a dolgát. Az Isten megmondta, jól. Ők jól végezték a dolgukat. De miért kell megfizetni valakinek azért, mert bejött egy valószínűtlen jóslat. És a valószínű jóslat meg nem teljesült. Miért kell? Mert ez tisztára olyan, mint egy banánköztársaság, vagy mint egy szovjet közép-ázsiai féldiktatúra, nem tudom én, Türkmenisztán, ahol a türkménbasinak a méltósága az egy nemzeti intézmény. És hogyha a türkménbasinak sérül a méltósága valami miatt, mert éppen úgy alakult az időjárás, meg úgy alakult a valószínűség, meg úgy alakult az algoritmus, akkor ott valakit ki kell rúgni. Mert a türkménbasi méltóságának a sérelméért valakinek meg kell fizetni. És ez is egy ilyen szituáció volt. Nem történt rossz döntés, nem született rossz döntés, de Orbán mára addig butította, és egyébként ebben a balliberális kurzus is partner volt, addig butította a közéletet meg a közgondolkodást, hogy nem lehet elmagyarázni az embereknek azt, hogy nem tudjuk megjósolni az időjárást, valószínűségek alapján hozunk egy döntést, és benne van a pakliban, hogy elhalasztjuk, aztán mégsem lesz vihar. És hogy fölöslegesen halasztottuk el. De ez így volt biztonságos. Ezt már nem lehet elmagyarázni az embereknek, mert az emberek azt fogják mondani, hogy hülyék vagytok, nem tudtok vezetni, nem vagytok alkalmasak, nem lehet rátok bízni az országot, lám nem tudtátok, milyen idő lesz, elhalasztottátok, azt mégse kellett volna. Tehát itt most ki kell rúgni valakit, felelőssé kell tenni valakit, és abban a pillanatban, hogy őt kirúgtuk, fölvettünk a helyére valaki mást, valaki már elvitte érte a balhét, nem Orbán Viktor a hibás, nem a rendszer, pedig ne,
nem Orbán Viktor volt a hibás, de az el nem követett hibáért is valakinek fizetnie kell. Na, ez az a szituáció, amikor már a dolog alapvetően tekintélyelvi alapon működik. Ezek már nem szakmai döntések, hanem egyszerűen arról van szó, hogy az önérzet sérelmét egy politikai kérdésé, meg egy szakmai kérdésé kell lerúgdosni, és kvázi valakivel megfizettetni mit is. De Robi, hát egy ember volt mérges az egész országban, a Palkovics. Hát én szerintem az átlagember nem volt mérges azért, hogy most elmaradt a tűzijáték, mert nem ilyen volt, ilyen... Ezt maguknak találták ki ezt a helyzetet, mondod, hogy most itt sérült a basinak a tekintélye. Nem sérült semmi. Igen. Ők úgy érezték, mert ezt találták ki maguknak. Nem volt idejük felmérni. Nyilván, ha felmérték volna, lehet, hogy kiderült volna, hogy senki nem haragszik senkire, és a nyomorult ott maradhatott volna a pozíciójában. De ha megnézed azóta történteket, most már így szembesültek azzal, hogy túltolták. Tehát azért onnan, de mondjuk szenzációs beszélgetéseket köszönhetünk ennek a szituációnak, mert hogy másnaptól ugye a neres megmondó emberek valami egészen hatalmas ívet húztak ugye erre a viharos égboltra. Hát tehát reggel arra ébredni azért, így 21-én, hogy azt mondja a csávó, hogy ha a buszvezető elüt valakit, akkor börtönbe zárják. De a meteorológus azt csinál, amit akar. De tudod, mi a fasz van ebbe a kávéba? De nem történhet meg. És ilyen beszélgetések, és hergelték magukat. De egyre keményebben. Ugye Lánci eljutott oda, hogy még az is lehet, hogy szabotás volt. És ugye elképzeltem. Lomnici, bocsánat. Tehát, hogy szegény Lánci, és akkor már ott van, jó, hát szerintem ő is mondta, csak egyébként. Ő mindig négy fal között. Hogy már ha lett volna még idejük, már biztos, hogy valahogy a háttérbe levő Gyurcsány szál is valahogy előkeveredik. Csak nem volt rá idejük, mert rájöttek, hogy az már nagyon el van cseszve, és elkezdték egy kicsit úgy finomítani ezt a történetet. Nekem mondjuk de ebbe az egész történetben az elnök helyettes a kedvencem, most az időzőjelbe téve. Tehát jól működött az intézmény, végezte rendesen a dolgát, a csávó szabadságon volt, és mégis kirúgták. Tehát ennél mi kell még ahhoz, hogy valaki a helyén maradhasson, de mindent megtett, ugye, és mégis repült basszus. Egyébként nekem, ami Sanyi bácsinak a guano, meg a csekettő, az nekem a pauzegomb. Hogyha itt most nyomunk egy pauzegombot, és belegondolunk abba, hogy ott tart a magyar állam, hogy egy rohadt augusztus 20-át nem tudunk megszervezni, meg nem tudunk ilyen vita nélkül, meg egymás csesztetése nélkül, meg csűréscsavarás nélkül megszervezni egy ilyet. Hogyha nyomunk egy pauzét, és ebbe így belegondolunk, ez milyen ország? Nekem nem ez a bajom az augusztus 20-ával. Mit ünnepelnek augusztus 20-án? Hát éppen az istváni döntést írják felül. Éppen kivezetik az országot a nyugati szövetségből. Éppen fölmondják azt, ami ezer éve. Úgy egy norma, úgy egy alap, hogy azért magyarság az alapvetően a nyugathoz tartozik. Mert Géza fejedelem, Szent István így döntöttek. Ezért mi megünnepeljük az augusztus 20-át minden évben. Koppányék ünneplik augusztus 20-án. Igen, és ők meg most koppányokként Szent Istvánt ünneplik. A tűzijáték a legkevesebb. Mi köze a politikájuknak, egyébként itt azért már probléma van a március 15-ének, meg az október 23-ának a megünneplésével is, mert mind a kettőt az oroszok verték le. Hát egy három nemzeti ünnepből hármat nem tudnak megtartani úgy, hogy beleálljanak politikailag abba, amiről a nemzeti ünnep szól. Talán ez a probléma. És akkor a tűzijáték. Tudod, de ez is jellemzi egyébként a magyar társadalmat, hogy nem probléma az, hogy a politikánk az ellenkezője annak, mint amit ünneplünk. Csak a tűzijáték föl legyen az égen, és akkor fasza! De kompocsáss meg 350-ért. $350 ígérték a sört. Bocsi. Abból se lett Robikám. Semmi. Bocs. Idők itták meg. De hol ítélték, Sanyi? Hol? Hát, hogyha kimész a tűzijáték, akkor ilyeneket nem tudsz csinálni. Hát én sörbe. Balázs, te kerested a hát ez alappolitikai információ. Nem volt basszus, nem volt sör se. Hát a Gulyás Balázs egész nap kereste 350 forintos sört. Jó, de elmaradt a tűzijáték, a dolgok össze voltak kapcsolva. Azért jöttem be Bicskéről, hogy hol van a 350 forintos sör. És nem volt sehol. Mindegy, meg volt ígérve. Meg volt ígérve. A 350 forintos sör, Balázs, azt te is tudod, hogy az vizezett. Nekem nem mert mindegy, hogyha én bejövök Bicskéről, akkor nekem nem tök mindegy, hogy milyen sört raknak elém 350-ért. Az egyik frame könyvnek az elején volt zseniális mondás,
hogy ingyen sajt nincs csak az egérfogóban. No, akkor most mindannyian elgondolkoztunk. Viszont Robi, tehát ne, tehát ez a, de megvan a megoldás, tehát nem kivezetik a nyugati világból, hát hallhattad, hogy Kompország, ugye onnan kapta a nevét, hogy nyugat és kelet között hidat képez. Igen, és ezen így, én ahogy a kormánypárti sajtót olvasom, én ezt a hidat inkább lángolni látom. Nem az egy dolog, az egy dolog. Tudod, inkább úgy érzem, hogy fölgyújtják a hidat, ami nyugat felé vezet. Vagy a Kompnak a nyugati híd főállása, hát meggyulladt, mi meg hát itt a keleti álláson vagyunk biztonságban. Hát ez biztonságpolitika, hiszen hát keleten éppen háború van, nyugaton meg hát transzvécé. De most kéne választani a kettő közül. A Dévényi István arra akart utalni, hogy Adi, amikor megírta ezt a Kompország hasonlatot, akkor nem azt mondta, hogy mi így jövünk, megyünk, hanem azt mondta, hogy az a kár, hogy visszafelé tart ez a Komp kelet felé, és miért nem nyugat felé tart ez a Komp, azt mondta Adi. Erre utalt Dévényi István. Hogy mi van? Hogy most már híd van belőle. Tehát az a szép ebben a képben, hogy Kompország, amelyik ide-oda mocorgott nyugat és kelet között, átalakult híddá. Ez gyönyörű, nem? Igen, ebben a tekintetben tök mindegy, hogy Kompország vagy hídország, mert akár komp, akár híd, ez egy identitáskrízisnek az identitásá hazudása. Az, hogy mi nem vagyunk hajlandóak választani a nyugat és a kelet között, és ezt a krízist, hogy mi nem vagyunk hajlandóak, ezt mi azt mondjuk, hogy hát ez egy komp. De ez is hazugság, Robi. Ez egy komp. Ez való, ennek az a funkciója, hogy ne legyen se keleten, se nyugaton, hanem így vezessen keletről nyugatra, nyugatról keletre, és akkor mi kik vagyunk? Hát mi vagyunk a komp. Tudod, ez azt jelenti, hogy melyik hídfőálláson fizetnek jobban, és akkor az vagyunk. Tudod, úgy vagyunk mi a komp, hogy hát mi várjuk az ajánlatokat keletről, meg nyugatról, és majd a komp kiköt valahol. Na igen, kinek éri meg? Az a baj, hogy keleten úgy tűnik, hogy tudnak valamit a komp sofőrjéről, és ezzel zsarolják. Hát a kapitányról van némi dosszié ott keleten. Igen. Nagyon úgy tűnik. Most és nyugaton is van most már dosszié, az a baj. Az is hazugság, hogy nyugat meg kelet között jövünk, megyünk. A ló pikulát. Nem megyünk, jövünk kelet meg nyugat között, hanem már kihorgonyoztak ők helyettünk a mi nevünkben. Lásd augusztus 20-át, amiről a Robi beszélt, kikötöttek, nagyon is kikötöttek keleten. Jó, de csak figyelj, azt de Balázs, hazudják, hogy Balázs, jövünk, megyünk, de valójában ott állunk egy helyen. De Balázs, egy olyan országban, ahol a vonat el tud tévedni, miért pont a komp találna be a célállomásra? A vonatnak mégiscsak egyszerűbb lenne a feladata, mint a komp. Arról nem beszélve, hogyha híd, akkor a Mészáros építi, ha meg komp, akkor ő üzemelteti. Tehát tök mindegy. Lépjünk tovább, gyerekek, ha már nagy bizniszről van szó, állami bizniszekről. A következő témának tényleg csak kell nekünk Vodafone? Ti okos emberek vagytok, tudjátok. Melyikünk? Mindenki. Én azért szeretem ezt a Vodafone sztorit. Én azért szeretem ezt a Vodafone sztorit, mert ugye a magyar állam az 49%-ot fog megvásárolni, és egy NER cég, a 4iG nevű NER cég fog 51%-ot venni. Tehát az, aki döntési helyzetben lesz, többségi döntési helyzetben lesz, az egy magáncég. Tehát nem, ugye, mert ugye arra hivatkozunk, milyen szuper, hogy a magyar állam bevásárolja magát, és ebből mennyi előnye származik az országnak. A francokat, a 4iG-nak származik jó sok előnye, ő pedig mi nyilván tudjuk, hogy ez a cég hova van bekötve. Az a okosat mondtam, a Várásaidnak megfelelt? Az a baj, hogy ez a magáncég nem magáncég, mert adófizet, állami pénz van. Nem láttad a kirakott óriási idézet? Nem. Mondjad be. Én mikrofonomat is odaadom. Tehát a állami garanciavállalással és állami hitellel történik a Jászai Galilét félre kivásárlás. Ez szerintem ennek a dolognak csak az egyik része, valójában némiképpen összekapcsolva azzal, hogy amúgy egyébként az OMSZ új elnökét, egyelőre megbízott elnökét, a gazdasági igazgatót nevezték ki, nem szakember, gazdasági igazgatót. Hozzáteszem, hogy itt az a fő probléma, hogy szerintem milliméterről milliméterre, már jó ideje természetesen, ez nem újdonság, épül egy olyan hatalom koncentráció, sok bajuk van a digitális világgal.
És valami olyasmi gomolyogott az agyakban, hogy ezt a digitális világot, legalábbis a Magyarországra eső részét valami hasonló módon kéne megcsinálni, mint ahogy már potenciálisan Oroszországban és Kínában meg különösképpen lehetséges. Le lehet válni az internetről. Egy kicsi ez az ország ugyan, de azért ezt a problémát meg lehet oldani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a döntő faktor. Hát a, most nem akarok általában belemenni abba, amit tapasztalhattunk, hogyha látták a tranziton folyó vitát, ahol a kormánypárt és az ellenzéki szereplők előálltak, de mondjuk hosszú tematika az, politikai tematika, és a magyar közönséget ezzel lázba lehet hozni, még akkor is, hogyha nem mindenki néz Netflixet meg HBO-t, hogy mondjuk mit vetítenek a Netflixen. És ez belpolitikai kérdést csinálunk, és meg lehet belőle egyébként a rettegés műfaját teremteni, mert vigyázzatok, magyar anyák, magyar apák, mert jönnek a buzik, és megkeférik a gyereket. És egyáltalán nem vicces, nem viccnek szántam. Ez egy hosszú, és egy csomó fiatalember is ott ült, egy nagyon komoly argumentuma az ő identitásuknak, amelyhez kapcsolódik az, hogy itt valahogy egy önálló, hát ezt már meg is fogalmazták, egy önálló, lokális, győztes univerzumot kell csinálni. Ennek az egyik eszköze szerintem a Vodafone ilyenfajta felvásárlása, és majd jön minden más, amit ők lehetségesnek gondolnak, meg az teljesen paranoiás agyukban elképzelnek, mint vágyvezérelt gondolkodást. Ennek vagyunk mi egyébként alanyai és tárgyai. De az a mondása az illiberális kurzusnak, meg a troll médiának, hogy hát most az fáj a liberálisoknak, hogy magyar tulajdonba került egy kommunikációs cég. Magyar tulajdonba, hogy magyaroké lesz. Mintha nem a magyarok pénzéből vásárolták volna. Hát ezt a pénzt a magyarok fizették be. A másik részét azt meg hát a magyaroktól birtokolta el a vállalkozó. Uniós pénzekből kistafírozott vállalkozó. És akkor tudod, a magyaroktól szerzett pénzből telik az 51%-ára, a magyaroktól beszedett adóból telik a 49%-ára, és a liberálisok föl vannak háborodva, hogy magyar tulajdonba kerül egy vállalat. Hát a mi pénzünk, a mi pénzünkből vásárolták, valóban magyar tulajdonba kerül. De hogy ez tényleg a magyaroknak a tulajdona? Tehát nem az történik, hogy Orbán Viktor a magyarok pénzéből vásárol valamit magának, meg a vállalkozóinak? A saját hatalmának a biztosítására, és most jelenleg úgy állunk, hogy háromféle mobil szolgáltatóhoz lehet menni, ja, ott talán már több is van. Minden esetre kettő már, van a három nagy, és ebből már kettő, az már Orbán Viktornál van. És hamarosan a harmadik is Orbán Viktornál lesz, mert ugye, hát ha bár ez már így kétharmad, tulajdonképpen megvannak, de hát az egész országnak magyarnak kell lennie végül. Minden esetre az a tény, hogy pozíciót vásárolnak egy ilyen stratégiai ágazatban, ez is azt jelzi, hogy ők többé nem kormányozzák Magyarországot. Ők Magyarország. Ők nem Magyarországnak a vezetése, akiket le lehet váltani. Ők Magyarország. Magyarországot nem lehet leváltani. Magyarország gazdaságát, Magyarországnak az elitjét, Magyarországnak az állami intézményrendszerét, ami teljesen összefonódott a gazdasági konjunktúrával. Ezt hogy kell leváltani? Ezt nem lehet leváltani. Hát én azt hiszem, hogy ahhoz egy újabb rendszerváltás kell, olyan, amilyen a 90-es meg a 2010-es volt, hogy ez megvalósulhasson, de hol van az a másik, és főleg hol van az a másfajta jobb morális állapotban lévő elit Magyarországon, amelyik majd nem a maga javára hajtja végre a következő rendszerváltást, meg az azt követő privatizációt,
hanem azt majd a közjó érdekében. Látszódik? Úgy a társadalomban. Ja, csak a társadalmon Péter. Végignézünk. Látszódik az a másik Magyarország, amelyik majd kiveszi egy nap, valamikor, majd a jövőben, lehet, hogy évtizedek múlva, kiveszi Orbán Viktor kezéből a hatalmat, és azt mondja, hogy most akkor osszuk el a javakat úgy, ahogyan 90-ben kellett volna, vagy ahogy 2010-ben illett volna. Egyébként, hogy mennyire igazad van, Robi, a liberális értelmiséget illetően, hát nem tanulta meg ez a liberális értelmiség, hogy amikor magyar kézbe vesznek valamit, akkor az mindannyiunk. Ott van például, amikor a Mészáros nevében vettek magyar kézre különböző vagyontárgyakat, ingók és ingatlanokat, az is milyen jól sikerült. Hát mindannyian önök is gondolom érzik, hogy az a miénk, az a stadion, a malom, az ilyen cég, olyan cég, erőmű, az most már újra miénk, miután kifizettük a Mészáros. Nekem jó volt egy darabig, amíg... Élvezted az erőművedet? Szóval igazad van, nem tanulták meg ezek a lipsik, hogy amikor mi magyar kézbe veszünk valamit, akkor az magyar kézbe van véve. Azon gondolkodtam, hogy most már nem nagyon tudsz szolgáltatást igénybe venni, vásárolni, bármi, hogy a te pénzed ne Orbán Viktor és környezeti a zsebébe landoljon. Tehát bármi. Most már mindent tényleg. Tehát szerintem a Lánchíd példája az gyönyörűen mutatja azt, nem, hogy itt volt a nagy forradalom, hogy majd mi felújítjuk a Lánchidat úgy, hogy annak köze nem lesz a NER-nek hozzá. Az kiderült, hogy csak a NER tud Lánchidat felújítani. Mert hogy már ugye teljes ágazatok vannak magyar kézben, ugye? Tehát nem tudod kikerülni. Ha hotelba szállsz meg, ha egyáltalán utazol, majdnem minden cégben, minden ágazatban ott van a NER keze, méghozzá vastagon. Tehát, várjál, a karácsonnyal egyből triggerelted a Robit, tehát most jön egy másfél órás megszólalás. Már nem, már túl van rajta. Igaz, gondolom, már, hogy a NER-nek, én úgy gondolom, hogy a NER-nek az ellenzéke is a NER-nek a része, sőt a NER-nek a pillére. Nyilvánvaló, hogy a kormánynak az a dolga, hogy alkalmas legyen, hát ezt hol többé, hol kevésbé teljesíti. Nyilvánvalóan a Mészáros szemszögéből kell nézni az alkalmasságot, nem a te szemszögedből. Hát a Mészárosnak kell alkalmasnak találnia, meg Orbán Viktornak, meg Orbán Viktor hatalmának kell növekednie, meg felsűrűsödnie, és akkor annak a fényében alkalmas. És az ellenzéknek meg nyilván az a funkciója, hogy alkalmatlan legyen. És az is nagyon fényesen teljesíti a maga szerepét. Úgyhogy itt mindenki azt és úgy teszi, amit és ahogyan az ő dolga. Én nem gondolom azt, hogy az ellenzék az ne lenne a NER-nek a része. Sőt, én azt gondolom, hogy a NER hatalmának az egyik legfőbb biztosítéka az ellenzék, és ez az ellenzék, és pedig az így működő ellenzék. A rendszernek az első két ciklusa az úgy telt, hogy bármilyen politikai funkcióról volt szó, bármilyen államilag kinevezett személyről volt szó, és kérdezted, hogy az NER-es? És akkor így ilyen hülyén néztek rá, hogy mi lenne? Mi lenne? Mi hogy képzelted? Amúgy mi lenne? A rendszernek a következő két ciklusa, az meg már annak a szellemében telik, hogyha a gazdaságban történik akármi, hogyha valakivel csak üzletelsz, hogyha egyáltalán csak bemész egy hotelbe, hogyan fogalmazta az imént. És ez valami NER-es vállalkozó, és ugyanezzel a hülye pofával néznek rá, hogy mi lenne? Mert mi? Hát az Magyarország. És egyre inkább ugyanazt jelenti, mint Magyarország. Mi most Magyarországon vagyunk? Mert szerinted hol vagyunk? Milyen országban? És nagyjából ennyire triviális a felvetés, hogy ez NER-e vagy sem. A NER egyre inkább Magyarországot jelenti, és ez azt jelenti, hogy hatolunk be egyre beljebb befelé az Orbán korszakba, úgy növekszik a NER, de hát az ország nem lesz nagyobb, és úgy fogy az a peremvidék, ami még Magyarország, de már nem a NER. Robi, nem azt kéne csinálnunk, hogy ugye a szlovákoknak van egy műszava a történelmi Magyarországra, hogy Uhorsko, azt hiszem, hogy így hívják, hogy nekünk is a 2010 utáni Magyarországra ki kellene találni egy műszót, hogy Orbánisztán, vagy mit tudom én, hát vannak ilyen szavak. És akkor meg lehetne különböztetni, hogy az az igazi Magyarország, ami még a miénk is volt, meg ami már csak Orbán és a köré, akkor erre kellene egy uhorszkót, vagy valami más szót. Az a baj egyébként, hogy amit mondtál, Robi, az előbb, hogy majd hol van az a új elit, vagy majd az a tiszta lelkű, meg morális elit, meg mindenféle, meg a nép maga, aki ezt tudja igényelni. Az a baj, amiről mit beszélünk, hogy
tulajdonképpen tényleg a fideszi az ország, és úgy is bánnak vele, meg úgy is tekintenek rá, hogy az ugye 2 millió embernek alsó hangon baromira tetszik. Mert hogy végre ez a magyar kézben van, tehát amit hát kvázi gúnyolódunk rajta, hogy lehet ezt így megélni, hogy ezek az emberek örülnek neki. Hát azt mondják, hogy már rég meg kellett volna tenni. Hát ne, itt például minden magyar kézben legyen. És ez a Vodafone-os történet is, hogy először olvastam a magyarázatot, hogy miért van erre szükség. Mondom, ez már akkora hülyeség, ezen már biztos. Nem, halálosan komolyan így gondolják, hogy igen, kellett. A távközlésben is meg kell lenni az 50 plusz valamennyinek, mert akkor Magyarországon akkor leszünk jó helyzetben, mert Magyarország akkor fog működni. És amikor bedobta a Gulyás Gergely azt, hogy hát például azért megvenni, mert hogy majd ebből lehet fizetni a pedagógusnak a béremelését, az amely tényleg már így röhög az ember, de nem. Halálosan komolyan. És akkor azóta ezt tolja mindenki, hogy az egy teljesen apróság, hogy mondjuk a Vodafone Magyarország az 2020-ban veszteséges volt. Tehát, hogy az tök fasza lesz ez a béremelés, hogyha ebből lesz, mert azt jelenti, hogy minden pedagógustól levonnak egy kicsit, mert be kell csengetni akkor a Vodafone kasszájába. Ez semmi nem számít. Tehát ez a magyar kézben legyen, és a miénk legyen. Ez 2 millió ember úgy, hogy nem is részesül most már, mert egy darabig ugye nagyon sokáig beszéltünk arról a műsorban, hogy amíg van lóvé, azért mindenki úgy kapott. Tehát ezért tényleg tömegek éltek jobban. És az lehet, hogy csak picike volt. Ugye a Forgács István mondta, akkor a romáknak a felemelkedéséről beszélgettünk, hogy hát nekik az, hogy eddig a CBA kólát tudta megvenni, nem tudom, van a CBA-nak saját márkás kólája? Biztos, hogy van, biztos, hogy jó is. Tehát, hogy eddig a CBA kólát tudta megvenni, de most már van munkája, és most már megveszi a Pepsi kólát. És hogy ez nekünk, többségi társadalomnak ez egy triviális dolog, de nekik ez egy fontos, ez egy elképesen nyilván ez a kólavásárlás. És tényleg majdnem mindenki részesült valamennyire. Hát nem annyira, mint a Nerelit, hát ugye nem lett volna rossz, mert akkor tényleg tele lennénk saját erőművekkel, de hogy mindenki kapott valamennyit, és ment a szekér. A kérdés az, hogy most, amikor ez a szekér komporszálként hidat képez és lángolva süllyed, akkor mit fognak mondani ezek a tömegek? Jó, azt már tudjuk, hogy a peremszavazók, most nem baromi okos lettem mostanában, hogy a peremszavazók azok leszakadtak, de azok nem szakadnak sehova, meg mit tudom én, de az a 2 milliós vagy másfél milliós tömeg... Kompszavazók. Igen, de hogy ők akkor ezt hogy fogják megélni? Erre szolgál a Gyurcsány. Eljön ez a nap, amikor a magyar választók már túl vannak 3 rohadt kemény télen, és már azt érzik, hogy na ebből elég, akkor ne legyen senki más, akinek a kezébe átadhatják a hatalmat, csak a Gyurcsány. És az már volt. És akkor visszalúpolunk 2004-re. Tudod? És újra kezdődik a történet. Hát egyszer nem volt elég. Hát nem volt elég megtapasztalni. És akkor újra írjuk a történelemnek ez az elég nyomorúságos időszakát. És majd visszatér Orbán Viktor, alig ha nem 4/5-del, mert hogy máshogy. És akkor lesz egy újabb NER, és akkor az majd újra, és még nagyobb, tudod, és a Gyurcsány újra le fogja gyártani nekik az identitást, meg az önigazolást, hogy hát, figyelj, Robi, vagy ez, vagy az. Igaz, hogy megfagyunk, de Gyurcsány meg is erőszakolna. Mai bejelentése a DK elnökének, hogy majd ősszel megmozdul a DK tagság. Tehát, hogy igen, a DK az a NER csak hatalom nélkül. Járókeretek már felsorakoztak, úgy képzelem el. Az kemény. Ezért amit kapni fogunk, ezért a részért, na mindegy. Sanyi. Én nem szóltam be Gyurcsánynak, a rezsiről egy komolyat is mondjak, hogy kaptam ma egy üzenetet egy olyan fickótól, aki elektromos áramnak a kereskedésével foglalkozó cégben dolgozik. Tehát, hogy ők határidős, mint a tőzsdehoz hasonlít, gondolom én. És átküldött egy ábrát, hogy ezt nézzem meg, mert nem hisznek ők se a szemüknek, hogy mi történt pénteken. És átküldte az ábrát a villamos energia piaci ára, kint a világpiacon, mint a Himalája csinált péntek délután egy olyan mozgást, és eljutott oda, hogy 1 megawatt energia 1000 euróba kerül. Ami azt jelenti, hogy 1 kilowatt áram 2023-ra, ha most megveszi előre az ember, akkor 1 kilowatt 1 euró. Az ugye 409 forint. És akkor mondtam neki, hogy mondom, rakjuk már össze, akkor ugye erre még rájönnek a mindenféle ilyen-olyan a járulékok, meg az adó, meg amit tudom, milyen szolgáltatási díj. És akkor ki számolta, hogy ez körülbelül 500 forint per pillanat.
amit mi 30-ért meg 70-ért kapunk. Na most ugye a magyar állam az, amikor a rezsicsökkentést elkezdte csökkenteni, mert miért a rezsicsökkentés ne csökkenjen, ugye? Szóval hogy akkor ugye megadták azt, hogy mennyi az átlagos fogyasztás. Az átlagos fogyasztás az ma egy magyar háztartásban 208 kW per óra egy hónapban. És a 208-at beszorozzuk 500 forinttal, a 104 ezer forintot ad ki. Tehát per pillanat a áram világpiaci ára átlagos magyar családnak havonta 104 ezer forintot jelent. És azt mondja a fickó, hogy fogalmuk nincs, hogy mi történik, de hogy itt valami komoly beavatkozásra lesz szükség, mert hogy ezt az árat már a német gazdaság se bírja. Ez már sok. És ott van, itt van, itt tartunk. Na most ehhez képest, hogy ilyen apró problémák sejlenek fenn a távoli jövőben, ehhez képest tényleg én is néztem, vagy olvastam a tranzitos beszélgetéseket, hogy Netflix, tényleg ez a fő probléma. És ott ül a hollik, meg a izze a többi, hollikszerű, és megnyomnak egy gombot, és tolja, sablon mondaton. És ott ül vele szembe akármelyik ellenzéki politikus, aki egyébként nem szerepeltek túl fényesen, amit láttam belőle meg, amit olvastam, sőt, de hogy ez a technika, hogy de ti eltöröltétek volna a rezsicsökkentést, de hogy töröltük volna el. De ti eltöröltétek volna a rezsicsökkentést, de nem töröltük volna a rezsicsökkentést, de ti eltöröltétek volna a rezsicsökkentést. Ó, bazd meg. Mert egy idő után már az, hogy az ember, hogy akkor ezt már így nem. És ilyen ostobaságokkal foglalkozunk, amikor valóban egy armagedd szarság van a fejünk fölött. De tényleg, most ők törlik el a rezsicsökkentést, de azt úgy hívják, hogy a rezsicsökkentés korrekciója. Nem úgy, hogy rezsinövesztés. Mert ugye hát ez lenne a rezsinövesztés, nem? De nem lehet így hívni, mert a szómágia, tudod, hát az nem növesztjük a rezsit, hanem most korrigáljuk a csökkentésünket. Nem értek. Azonban az egy komoly kérdés tényleg, és engem igencsak megvisel részben. Jó mondhatják, hogy kicsit már le vagyok lassulva, és hogy most visel meg. Hogy egyrészt tényleg újra kell definiálni, vagy legalábbis végig kell gondolni, hogy itt tényleg nem erről van szó. Itt, amit én legközelebbi fogalmat, amit találtam ehhez, az, hogy ez az Orbán család gyarmata. És gyarmatosítóként is viselkednek, és a reflexeik ezért ilyenek bizonyos pontokon, amelyek számunkra, átlagemberek számára irracionális viselkedések, a hisztéria, a paranoia és a többi, ami azért látszik rajtuk, és elhatalmasodik. Én változatlanul azt mondom, hogy ez nagyon érzékelhető, ebből adódóan tovább fognak radikalizálódni mindenféle szempontból, nem csak verbálisan, hanem úgy egyébként is. Ez az egyik megérzésem. A másik az az, hogy én is végignéztem, és sajnos tovább kell menni. Nem egyszerűen az van, hogy a NER része az ellenzék, hanem ennél rosszabb a helyzet sokkal. Végignéztem, meg hát egy ideje lehet azért érzékelni a tranzitot, és megdöbbentem, hogy a NER politikusai egyszerűen szóval kitörölték a següket az ellenzéki résztvevőkkel. Sem nem voltak slágfertigek, sem nem voltak felkészültek, képtelenek fölfogni azt a dramaturgiai helyzetet, hogy abba a vitába nem lehet bemenni, ahol egyébként a másik fél behúz a saját logikai rendszerébe. A NER-en belül diszkutáltak arról, hogy most akkor a rezsi drága vagy nem drága. És belementek olyan vitákba, hogy és akkor mi van Németországban. Ugye az egész országot ezzel tolják. Hát az M1-et, ha valaki megnézi, és német, akkor azon nyomban tarkon lövi magát. És ezt zabálják. És ebbe a logikába belemennek, és akkor csodálkoznak. És csodálkozok, és én is csak csodálkozom, meg sírok. Ott vannak. Április 3-a óta négy olyan emberről tudok, aki politikusként viselkedik. Most nem a minőségről beszélek. A Hatházi nem egy cicero, de azt teszi, hogy a dolga, amit egyébként az ellenzéki frakciók összességének kéne csinálnia. És azért is vesznek el az ügyei, ezt szokták ezek a barmok a szemére hányni. De hát egyedül van. Akkor van a Jámbor András, akivel nem mellékesen kitörölték a segélyt, kivel is beszélgetett, a holikkal, azt hiszem.
De tényleg jön, megy, teszi a dolgát, jelen van. Van ez a DK-s lány, a Jószai Teodóra, és nem tudom ki a negyedik. De négy ember. Négy ember. Azon kívül vannak általam tisztelt személyek, akiket észrevettem, hogy elkezdenek jobbról előzni. Már az Orbánt. A Momentum elnöke, amit most lelökött, az urbánus népi izéről, hát a pofám leszakadt. Hát csókolom, tényleg fasisztában kell, ez az út, hogy én majd nagyobb fasiszta leszek, mint az Orbán, meg a Torockai együtt. Hát egy vicc. No szóval, nagy a szar. Én tényleg nem tudom. Nem tudom. Sokszor hisztisztem, ugye a Robinak különösképpen, meg a Konok is erről mindenki g***i. Igazuk van. Az a baj, hogy nem, tehát rosszabb a hely, nem egyszerűen arról van szó, hogy kollaboráltak, hogy megvették őket. Rosszabb a helyzet. Ezek ingyen, autodidakta módon, felkészületlen, felelőtlen alakok. Azért nem ingyen. Jó, de ezek között van olyan is, Robi. Nagyon sokan. Nagyon sokan. Hát nagyon sokan. Autodidakta módon, ahogy az látszik rajtuk, ez az elképesztő megfelelési kényszer. Amúgy, bocsánat, kérek. És ezzel befejezem. Hogy a frázba történik az meg, hogy elmennek, részt vesznek egy olyan vitán, vagy leülnek, majd nem állnak föl, amikor kiderül, hogy a sajtó egy része ki van zárva. Egy nyilvános politikai eseményről. A politika nagyjából egyébként a gesztusoknál kezdődik. A gesztusoknál is. Mielőtt még abba befejezem. Mielőtt még abba belemegyünk, hogy arról szól-e a politika, hogy ki mit beszél. Nem csak. Például ilyenekről. Majd az ellenzék korábbi miniszterelnök jelöltje beáll a megafonosok közé fotózkodni. Azok közé, a megafonosok közé, akik kinyírták őt. De igazad van, Balázs. Tehát a hóhérokkal fotózkodok. Ja, de haragudjatok még ehhez. De az a selfie az azért, az megbecsülést kell. Tehát a nagy emberekkel együtt le van fényképezve azért. Ő ismerősei is látják, hogy ilyen nagy emberekkel vitatkozik meg. Ő fölmosorod, de a nagy ember mos föl vele, érted? Azért az valami. De tudod, mi rögt? Hogy kikerült ez a fotó, mindenki ott kacarászik körülötte. Nem azért kacaráztak, hogy milyen jól érezzük magunkat együtt, hanem őt kinevették. És utána meg posztolták, hogy ez a szerencsétlen hülye, meg nem tudom én. Tehát ilyen posztokat raktak ki a Márki-Zay Péterről. Korda Gyuri bácsi a Szigeten. Nagyjából ilyen élménye van az embernek. Esküszöm, pont ezt akartam mondani. Nagy színpad. Hogy csak a Korda Gyuri bácsi hiszi azt, hogy ő itt most sztár. Mindenki röhög. De Korda Gyuri bácsira egyszerűen beilleszthetetlen az én képébe az, hogy ő itt most hülyét csinál magából. Tehát ő itt most nagyon népszerű. Ezek a fiatalok meg milyen fogékonyak a 60-as évek tánczenéire. Jó. A Robi ebbe, bizonyos értelemben itt az irítség beszél belőle, azért ez nem ilyen egyszerű, mert ott azért vannak rajongók, de nem ez az érdekes. Balázs, te magad miért nem te mondtad, nem akartam szóba hozni, nem hoztad szóba, csedd meg. Most csináltál egy interjút a Márki-Zayjal a 100 milliókkal összefüggésben, amivel nekem nem az a bajom, hogy Amerikából jött mondjuk adott esetben pénz, de jól, ha kiderült a Magyar Hang információi hitelesek, nem erre jött a pénz. Ez az egyik dolog, a másik meg egyébként tényleg ez a gyurcsányozáshoz, és nem akarok ehhez különösképpen hozzászólni, az egy másik dolog, amikor ezeket a szerencsétleneket ezzel a gyurcsány izével, amikor a neres politikus nem tud mit mondani, akkor előveszik a gyurcsányt. Az ellenzéki politikus erre mit mond? Hát, hogy ő még akkor gyerek volt. Amúgy ő nem szereti a gyurcsányt. Amúgy egyébként csak rákerült a listára. Na most... Azért ennek van azért egy lényeges összetevője. Azért a Gyurcsány mégiscsak, és bocsánat, kérek, hogy egy többes szám első szemében veszek, talán volt valami kis részem, mégiscsak megbuktattuk. És azért buktattuk meg, megbuktatták meg sokan, mert azt csinálta, amit csinált. Az, hogy most mi történik ezzel az üggyel, legalábbis egy ilyen diskurzusban, ahol vesztésre állok, ezzel nem lehet lekaszálni. Kénytelen, kelletlen tudomásul venni az ellenzék, hogy van egy olyan politikai szavazó réteg, amilyen van. Amúgy az, hogy mozgolódni fog a DK, nem mozgolódni fog a DK, hanem vacsorákat és bográcsozást és beszélgetést szervez. És egyébként meg pártot így kell szervezni, csedd meg. Egy jó bográcsozás Gyurcsány Ferenccel és Vadai Ágnessel. Téged oda nem is vár senki, Balázs, őszintén szólva. Lehet, hogy el is mennének. Tehát nem neked szól ez. Nem? Nem bizony.
látják a kezembe ezt a papírt, erre föl van mindig írva, hogy milyen témákról fogunk beszélni, ezt mindannyian így megkapjuk e-mailben, és elolvassuk, és aztán soha nem úgy történik. De én még a most már három, tehát mert hogy volna. Mindig a szakkollega belemagyaráz abba, amit az ember szeretne elmondani, tehát, és ezt mindannyian így érezzük, hogy a másik közbevág, és akkor én mindig, még mindig itt tartok, hogy ilyen frappáns dolgokkal akarom átvezetni az egyik témát a másikra, még eddig egyet sem tudtam elmondani. Jó, hát és még, tök és mindegy. Én még azt el sem mondtam, hogy Deák Dani barátom, aki ugye most a... Így. Hát ez van, hát most mit csináljak? Hát ez van. Hát az barátait az ember nem tudja megválogatni. Ugye? Szóval, hogy most így vele így jóba lettem. Akinek ilyen barátai vannak, semmi szükség ellenségekre. Átküldi ezt a Márki Zajos fotót így nekem privátba, hogy kurva jó figura ez a csáó. És akkor éreztem, hogy itt most akkor komoly baj van. És akkor ez a 100 millió sztori, akkor ez még úgy nem is volt. És na, nincs is rajta a listán. Urak, én azért nem önmérséklet, utolsó témánk. Kicsit bulvárosnak tűnik, de talán mégsem az. Hát gondolom, akik itt ülnek, mindannyian látták a miniszterelnök asszonyt. Én nem. Nem nézted meg? Érdemes nem megnézni. Vagyok kukkoló, öcsém. Nem, ez nem kukkolás. Igaz, hát egy olyan... Igaz, de... Ráadásul még jó csaj is. Sanyi, azért megnézném a keresődben, milyen címszavak vannak. Ide. Nyugodtan. Te mondtad, hogy csak a műsorra készülök, drágám. Semmi. Az a helyzet, hogy ez az egész história, ami zajlik ebben az országban, k***ra nem adekvált a stand-uphoz. Meg a kukkoláshoz, meg ez az egész búváros politizáláshoz. Hát ne fordítsa, nem kell magyar. Amit eddig még Orbán Viktor nem vett el tőlünk, és megmaradt, azt most a Sanyi elveszi. A jó kedvünket, baszki! A jó kedvünket! Tehát amikor megláttam a finn miniszterelnök asszonyt, ahol éppen tverkel, mit csináltál? Ahogy kukkoltad. Mihez nyúltál? Az első, ne. Sanyi, mihez nyúltál? Ne ízléstelenkedjünk, Sanyi. Az első, ami hát így feltételes reflexként, a másodikat nem mondom el. Tehát, ami feltételes reflexként belőlem is kijött, mint magyar ember, hogy azt a hát ez a miniszterelnök, hogy Jézus Mária. És aztán később, ugye, akkor jöttek szerintem az emberi reakciók, hogy de hát... Nem az Orbán fotójára mondtad? Arra is ezt. De hát, hogy... De hát, hogy mégiscsak ember, miért ne bulizó, ráadásul ez zárt körül volt, milyen igazi szemét volt, aki kirakta egyébként, mert hogy ez nyilvánvalóan egy baráti társaság. Jó, szóval ti hogy érzitek? Egy miniszternek lehetnek-e annyira önfelett pillanatai, mit mondjuk ennek a hölgynek, vagy ez túlzás, vagy pedig a magánéletében és a szabad idejében nyilván föl van készítve arra, hogy most nincs háborús helyzet, tehát bulizhat egyet, akár megihat egy üveg pezsgőt is, mert most nem fog támadni az orosz hadsereg. Nem viccelek, ugye a finnek beásták magukat, tehát tényleg a finn miniszterelnök azt mondja, biztos, hogy nem kezd el úgy bulizni, hogy ha az elkövetkezendő pár napban vészhelyzet van. Jó, mit gondoltok erről az egészről? Én azon élvezkedtem, és nem fogok válaszolni a kérdésedre, én azon élvezkedtem ennek a témának kapcsán, hogy ugyanazok, akik amikor Szájer Józsefről kiderültek ezek a bizonyos dolgok, hogy több tucat férfival, ahogy Márki-Zay Péter elmondta a kampányban, gumi és maszk nélküli buliban volt. Milyen jó, hogy eljöttek a gyerekeim is egyébként. Szóval ugyanazok, akik erre azt mondták, hogy ez magánügy, most ki vannak akadva, hogy egy 36 éves szingli, ez a hölgy, 36 éves nő, hát Istenem, iszik alkoholt. Hát egészen felháborító. Ugyanezek, akik azt mondták, hogy az egy teljesen magánügy, hogy Szájer József mit csinál Brüsszelben. Gyalázatos ez a szemforgatás, ami a finn miniszterelnök asszony kapcsán zajlik, és igazán felháborító, hogy ezzel az ottani troll jobboldal ki tudott zsarolni a finn miniszterelnök asszonyból egy drogtesztet. Ez a felháborító. Mert ez egy gyalázatos precedens.
mi köze bárkinek is ahhoz, hogy a finn miniszterelnök asszonynak mi van a vérében. Egyáltalán hogy jut addig egy politikai vita, hogy ő egy drogtesztel igazolja azt, hogy ő nem kokainozott. Mert ráfogták, neki ebben a szituációban ezt vissza kellett volna utasítania. De ő nem visszautasította, hanem ő elkészítette a véréből a tesztet, és a kvázi a dokumentumot körbemutogatta. És ezáltal rövid távon realizált egy hasznot, mert megszégyenítette azokat, akik vádaskodtak vele szemben, hogy ő bekokainozott. És rövid távon ezt a vádat ezt ő visszaverte, de miféle precedens gyártott már le? A jövőben így fognak kinézni a politikai leszámolások, hogy én egyszerűen megvádolom a politikai riválisomat valamivel, amit kitaláltam, és a következő lépés az az, hogy ő neki már mutogatnia kell a drogtesztet, vagy mutogatnia kell a dokumentumot, hogy az nincsen úgy. Hogy egyáltalán hogy vetődött ez fel? Ez a csaj, ez egy miniszterelnök. Miért ne ihatna alkoholt, amikor felnőtt? Miért ne bulizhatna a barátaival? De a jövőben, hogyha valakit megvádolnak valamivel, akkor már lesz egy precedens, amire hivatkozni lehet. A finn miniszterelnök asszony is elvégezte a drogtesztet. Itt, akinek nincs vaja füle mögött, az bemutatja a papírt. Ez nem ugyanaz, mint az ellenzékről, amit beszéltünk, hogy maguk gyurcsányisták, mindannyian kivétel nélkül. Ez ugyanaz, nem? Hogy maguk drogosok, kivétel nélkül mindannyian. És akkor ő neki kell bizonyítania, tehát ő kerül abba a helyzetbe, hogy bizonygassa, hogy ő nem gyurcsányista. Hát ő valójában soha nem szívta föl Gyurcsány Ferencet az orrába. Minden esetre mi Szanyi Tibort annak idején megvádoltuk egyszer-kétszer, de még sosem mondta azt, hogy megfújom a szondát. Itt az ellenzékben azért szerintem már elég sokan fölszívták a Gyurcsány Ferencet az orrukba, az én gyanúm. Tehát az a helyzet, hogy én, ha itt elvégeznénk egy Gyurcsány tesztet az ellenzéki politikusokon, hát szerintem azért a jelentős részükben, hát hogy is mond, nyomokban Gyurcsányt tartalmazhat, ahogy mondani szokás. Nyálteszt lenne. A vitának csak pusztán arról, ahhoz a részéhez szeretnék hozzászólni, hogy itt egy miniszterelnöki állásról beszélünk. Na most Finnország miniszterelnökének még akár szerintem lehetnek indokai is arra, hogy bebasszon adott esetben, hiszen az ország működik, és nem is akárhogy. Azzal együtt is egyébként, hogyha némi provokatív élel mondom, ha annak idején, hogy Vlagyimir Iljics Ulyanov nem vesz részt abban, hogy Finnország megszülessen, akkor lehet, hogy még mindig a Balti-tengerbe amőbák. Mert ugye a fantasztikus nemzeti létük is csak alig 101 néhány éves, és hova jutottak érdekes módon? Valószínűleg azért, mert ő nekik Mannerheimünk volt, és nem Horthy Miklósuk például. Meg ahogy a második világháborúban szerepeltek azon a borzasztóan marginális helyen egy szovjet-finn háború után, közben, és mégis képesek voltak egy olyan nemzeti teljesítményre, aminek a poros nyomában nem jelennek a hazának a fantasztikus története. No, szóval azt gondolom, hogy a finn miniszterelnök megengedheti magának ezt a luxust. Amúgy persze, hogy mondjam, a teljesítmény nem igazol természetesen mindent, de azért egy különösképpen egy, jó, sok ilyen szakma van még, azért egy miniszterelnököt az minősít, hogy mit tesz oda az asztalra. Az, hogy, és abban meg a Robinak persze tökéletesen igaza van, hogy ez azért egy hibás precedens volt. Nagy hiba, amúgy egyébként ennek van néhány, van már nyoma, és már nem ő az első, na csak ezt akartam kinyögni, és ez egy teljesen rossz út, ez így van. Ez így van. Káros, gyáva, ilyen elemeket egyébként itt, ezt lehet, hogy még sokszor el fogom mondani, és ha unják, akkor küldjenek el a halálba, hogy jó, Balázs, te nem vagy érdekes. Mi a fene? A NER-es aktivistákkal folytatott ellenzéki vitákban ezt a fajta magyarázkodást és gesztusgyakorlást, és nagyon sokszor, egyre többször látom intellektuálisan. Úgy az előzményeket, a korszakhoz, a rendszerváltáshoz való viszonyukba, amikor ráönti a Fidesz, vagy a Fidesz képviselő személy azt a balfaszt, aki ilyen felkészületlenül bemegy egy ilyen vitasorozatba,
amit egyébként most a tranzitom műveltek, nem mellékesként, eszközként felhasználva az Unió és a, ha úgy tetszik, a bizottság és a Fidesz közötti vitában, hogy milyen rettenetesen demokratikusak vagyunk, ugye? De kizárják a sajtót, és akkor itt hadd említsem meg egyébként, hogy az OMSZ közgyűlése is nagyon érdekes volt abból a szempontból, hogy totális hírzárlat volt, és az igen tisztelt meteorológusok nem a***ták rá a Palkovicsra az ajtót, miután belett lengetve 2 milliárd forint, meg valószínűleg a fenyítés. Na, ilyenek vagyunk. Hát akkor most nagy részben vidámak voltunk, de most a Sanyi hangulatában búcsúzom úgy, ahogy általában a kötött fogás végén, ugye, hogy mindjárt eret vágunk magunkon, de mégse, mert azért nekem mégiscsak... Lelkesítő volt, amit csinálnunk kell. Mégiscsak jó kedvem van, Sanyi, ne haragudj rám, nem megyek el a tűzijátékra, azt elmondom önöknek. De ez nem tartson vissza önöket, úgyhogy nagy tisztelettel megköszönöm, hogy itt voltak, és akkor találkozunk a jövő héten már a hagyományos körülmények között. Minden jót kívánok! Ja.